How are your Hungarian listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? Egy férfi utazási biztosítást választ magának. Milyen feltételekkel fog biztosítást kötni? Ez alkalommal milyen fajta utazásra megy? A fő cél búvárkodás. Mivel a saját felszerelésemet viszem magammal, aggódok, hogy el fogják lopni az utazás alatt. Értem. Minden csomagunk tartalmaz biztosítást lopás ellen. De mivel a búvár felszerelés egy különleges podgyász, az csak az A csomag fedezi. Viszont kérhet egy kiegészítő szerződést a búvár felszerelésre a többi csomagunkhoz is. Az A csomag a legdrágább, igaz? Mi a különbség a B és a C csomag között? Például, ha úgy adódik, hogy ön kórházba kerül külföldön, akkor a B csomag fedezi a családjának a repülőjegyét, hogy meglátogathassák önt a kórházban. A C csomag viszont ezt nem fedezi. Értem. Ha egy kiegészítő szerződést kérek a búvár felszerelésemre a B vagy C csomaghoz, akkor az drágább lenne, mint az A csomag? A B csomag esetében kicsit drágább lenne, míg a C csomag esetében kicsit olcsóbb. Oké. Apropó, van olyan csomagjuk, ami olcsóbb, mint a C csomag? Igen. A D csomag, de ez nem tartalmazza a szállás költségét arra az esetre, ha késik a járata, vagy törlik azt. Ezért nem szoktuk ezt a csomagot ajánlani. Értem. Ezzel egyetértek, erre szükségem van. De nem hiszem, hogy szükségem lenne repülőjegyre a családomnak. Úgyhogy a második legolcsóbb csomagot kérném kiegészítő szerződéssel. Milyen feltételekkel fog biztosítást kötni? Egy férfi utazási biztosítást választ magának. Milyen feltételekkel fog biztosítást kötni? Ez alkalommal milyen fajta utazásra megy? A fő cél búvárkodás. Mivel a saját felszerelésemet viszem magammal, aggódok, hogy el fogják lopni az utazás alatt. Értem. Minden csomagunk tartalmaz biztosítást lopás ellen. De mivel a búvár felszerelés egy különleges podgyász, az csak az A csomag fedezi. Viszont kérhet egy kiegészítő szerződést a búvár felszerelésre a többi csomagunkhoz is. Az A csomag a legdrágább, igaz? Mi a különbség a B és a C csomag között? Például, ha úgy adódik, hogy ön kórházba kerül külföldön, akkor a B csomag fedezi a családjának a repülőjegyét, hogy meglátogathassák önt a kórházban. A C csomag viszont ezt nem fedezi. Értem. Ha egy kiegészítő szerződést kérek a búvár felszerelésemre a B vagy C csomaghoz, akkor az drágább lenne, mint az A csomag? A B csomag esetében kicsit drágább lenne, míg a C csomag esetében kicsit olcsóbb. Oké. Apropó, van olyan csomagjuk, ami olcsóbb, mint a C csomag? Igen. A D csomag, de ez nem tartalmazza a szállás költségét arra az esetre, ha késik a járata, vagy törlik azt. Ezért nem szoktuk ezt a csomagot ajánlani. Értem. Ezzel egyetértek, erre szükségem van. De nem hiszem, hogy szükségem lenne repülőjegyre a családomnak. Úgyhogy a második legolcsóbb csomagot kérném kiegészítő szerződéssel. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time.